Na, hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán. Hey, azt hiszem ez a hétvége lesz a legtermékenyebb hétvége az utóbbi időben. Hú, körülbelül letoltunk majd 7-8 gameplayt ebben a két napban, a szombaton, meg a vasárnap, meg a pénteket, ha még hozzáveszünk, akkor már nem is tudom, hogy mennyit, de nem bírok leállni, mivel találtam egy ilyen atomjó játékot, ezt a Passage, remélem jól ejtem, nevű játékot, ami azért tetszik nekem, mivel majdnem pontosan olyan, mint az Autocraft nevű játék, csak éppen Siege Weaponöket kell építenünk, mármint, hogy nevezik azt, Siege Weapon, ilyen ostromgépeket kell építenünk benne, és azokkal csinálni a mapokat. Na, hú, sok mindent nem tudok a játékról, körülbelül néztem róla egy-két screenshotot, de egyből beleszedtem, ez a tipikus, amikor így összerakosgatjátok mindenféle kerekekből, meg mindenféle alkatrészekből ezeket a gépeket, robbanóanyagok, ágyuk, meg mindenfélet rájuk lehet aggatni, és akkor ezekkel lehet csapatni, vagyis nem csapatni, hanem akkor megindítani a célfele, és akkor meg kell próbálni legyalulni azt. Na, hát nem próbáltam ki, hoppá, rákattoltam, igen, jó, oké, akkor ez az első map sorozat. Igazából 0.1-es verzió számmal jött ki a játék, szóval nem tudunk más megcsinálni, csak ezt az egy pályát. Vagyis ezt az egy ilyen, mi ez, pályás sorozatot. A többinél még mindig azt írja ki, hogy többinél azt írja ki, hogy olyan van, hogy mi a fene? Még készülőbe vagy valami ilyesmi, most már nem megyek vissza, de még vissza is mehetnék ennyi erőbe. Ja, az a lényeg, hogy egy ilyen bolygón tudunk itt így navigálni, és látjátok, hogy még mindig nem lehet elérni egy csomó mapot, gyakorlatilag egyet lehet elérni. Meg még van olyan, hogy Moon, ugye, hogy a Holdon is lehet majd valamit csinálni, meg Sandbox, és az se működik, azt hiszem. Sandbox működik? Oké, gyerekek, sandbox működik, de én megyek innen ki, nem akartam ide bejönni, basszus. Nem sandboxot akartam, de milyen tök jó ez a grafika. Uá, de nagyon jó. Menjünk innen. Pálya választó. Mi? Hol vagyunk? Jó. Valahol itt jó lesz, aztán akkor választjuk ki az első pályát. Nem akarok sandboxot, először meg akarok ismerkedni a játékkal, és akkor utána menjen tovább. Van be, aha. Nem tudom, milyen izébe vagyunk, milyen felbontásban, fogalmam sincs. Ha biztos jó, elég jól néz ki a játék, hogy tudok én kivenni meg itt. Elég ilyen minimalista design a grafikája. Akkor van sandbox gyerekek, meg egy darab ilyen kampány sorozat, ez az Y. Nézzük bele, hogy mégis hogy kell. Gondolom itt a legelső zónától kellene kezdenünk, és akkor úsgyi. Na, hogy mit kell csinálni, mit kell építenünk? Ezek vannak? Forgat, ez ilyen irányító berendezés. Ez fogalmam sincs, hogy mi, ez micsoda. Ja, itt vannak a base, itt a blokkok, itt van az erőforrások, fegyverek, repülő cuccok, repüléshez alkalmas cuccok, és armorok. Na, akkor nézzük a basic dolgokat. Ilyet kell nekem építenem? Azt akarja ő? Nézzük, hogy mi az. Ja, valami tutoriál dolog van itt. Aha. Kerekek. Gyakorlatilag bármit építhetek? Hogy építsük? Nem érdekel ez engem. Tényleg? Bármiből tudok építeni, gyerekek? Bármit rakosgathatok? Hogy kiválasztom, és akkor ide rakom. Tök jó. Tök jó. Nem tudom, hogy mit csinálok, de nagyon jó. Azt a tanyát kell legyalulnom. Destroyolnom, nézzétek. Gyakorlatilag ilyen, tök jó néz ki. Jó ez a játék. Mármint így pont elég szerintem ez a grafika arra, hogy lehessen használni. Akkor csináljunk valami, nem tudom milyen járművet, amivel destroyolni tudjuk ezt a... Aha, és miért van ez? Ez miért van, mi az a zöld kocka? Meg kell volna néznem mégis azt a tutoriál dolgot, aztán leszartam. Jó. Igen, ott izé, aha. Építsek izéből, fablokkokból ilyen valamit. És akkor kerekeket válasszam ki. Jó. Jó, oké, akkor először csináljuk meg ezt, amit ő akart. Hát ez nem sikerült. Hogy tudom így visszamenni, tudok így vissza? Nagyon jó. Nagyon tuti ez a játék, gyerekek. Ezt hogy tudom eltüntetni? Hol van egy ilyen rarír forma, vagy valami ilyet? Nem láttok, gyerekek, valahol? Ez hol? Hol van ilyen destroy?
Destroy akármi. Aha, itt van, jó. Oké. Okay. Minden oké. Okay. Ez micsoda? Ez ugyanaz, csak dupla? Aha, ez ugyanaz, csak dupla. Na jöjjenek a kerekek, gyerekek. Kerek. Kerek. Jó. Kerek. És akkor Efe azt mondja, hogy flippelni tudok valamit, cserélni, váltani, hát jó van, jó. Aha, így, forgás irányt, aha, jó, oké. Hát én nekem nem kell forgás irány. Így, nekem tökéletes. És akkor próbáljuk már ki, gyerekek. Ezzel tudom elvileg lerakni, ugye? Nagyon tudi. Aha, és mivel tudok irányítani? Jó, mivel megy? Ja, meg kell nyomnom a play-t. Aha. Itt van a play. És nem történik semmi, mivel nincs izőm. Nincs gondolom meghajtott. Brace, mi ez? Nincs egy meghajtás, szerintem power kell. Motorkerék, ezt kell nekem, ezt meg ki kell törölnem. Ó, ne haragudjatok, szenvedés lesz itt, mert még nem nagyon tudom, hogy mik vannak itt. Oké, ez energia. Akkor ez meghajtott kerék, ugye? Jó, nézzük meg, hogy ez hogy fog működni. Oké, és akkor most nyomjunk egy plate is. Hogy tudom elindítani ezt a vaszkot, srácok? Aha! Yeah! Destroyoltuk az objektumot. Next zone. Oké. Okay. Jó. Nézzük, hogy milyen lehetőségek vannak. És ugyanazzal a járművel megyek tovább. Azt kell destroyolnom. Jó. Hát nyomjunk egy plate, azt nézzük meg, hogy ez working-e itt. Aha, ez már nem akar frankó lenni. Ujjaj, ujjaj. Ujjaj, akkor menjünk valami másra. Voltak itt vépönök. Rá kellene feszülni a vépönre. Mondjuk, mi ez? Spikeball. Metal Blade. Ani tutti. Ez micsoda? Ez ilyen körfűrész. Metal Spike. Kanon. Na ez érdekel engem, gyerekek. Kanon. És te szerintem egy kicsit magasabbra kellene építenem, mondjuk csinálok ide egy ilyet, és akkor látta, hogy ugye itt van Bépön, kanon, ez mi ez? Ez micsoda? Wow, lángszóró! Ne, gyerekek! És ezt tudom júzolni, hogy kell ezt, és mit? Jé! Nézzük meg, hogy ez hogy működik, gyerekek. Play. És akkor mivel? Hoppa. Mivel tudok izélni, lőni? Destroy. Fogalmam sincs, mivel működik a láncszalom, gyerekek. Aha! Aha! Oké! Okay. Oké, okay, én is kigyulladtam. Én is kigyulladtam, ez... Én sikerült, jó, oké, okay, nem baj, kigyulladtunk, tök jó. Next zone, menjünk a következő zónába, és nézzük milyen lehetőségek, mert minden együtt megpróbáljuk máshogy... Máshogy megoldani, hova kell mennem, gyerek? Oda kell mennem. Oda el kell jutnom a járművel. Ha, akkor volt itt olyan, hogy valami irányítható kerekek. Na, ezeket akkor leszedem. Gyerekek, annyira nagyon kézre áll ez a játék, meg annyira tök jó, hogy ez hihetet is van. Ez a lángszó, ez tök jó. Úristen, lehetne nagyon durva dolgokat csinálni a gyerekek, nem? Ez micsoda, ez hogy kell? Ez mi? Ja, ez csak ilyen izé-bizé. Aha, és akkor erre tudok a kereket még rá szuperálni, és akkor itt tudom irányítani, nézzük már meg. Aha. Ez igen, így kell, ezt jó. Kellene forgatnom valahogy, nagyon jó, és akkor próbáljuk meg eljutni. Kicsit széles itt a dolog. Aha, és az energy az akármeddig jó. Nézzétek, lehet itt full keresztbe fordítani. Mi a tököm ezek? Bárányok! Hallgatnak, és mik ezek a... Ezek a... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Felgyújtottam a birkát és támad. Na, nem frankó. Nem frankó, nem tetszik. Töröljünk dolgokat. Itt mindent kitörlök, és igazából nekem ez nem is kell ez az egész konstrukció, ez tök hülyeség volt. Akkor inkább azt csinálom, hogy ezt ide mellé nem tudok rakni, hogy legyen ez. Úgy akarom csinálni, hogy ugye szélesebb legyen, de ezt így nem tudom elfordítani, nem. Ó, de ez például el van fordítva, ezt hogy csináltam, nem tudom. Ja, hogy annak rakom neki, ugye, gyerekek? Hogy ezt most ennek rakom neki, akkor már így el van fordítva. Na, valami ilyesmi.
Ilyesmit akartam, nem tudom miért ezt hoztam, amikor ugye tudnék visszalépni is. Így. Így. És akkor ezt meg már ide. Így van, hogy jó lesz, nem? Nézzük meg. Tökéletes. Ide meg ide, és akkor kettő közé befokolok. Úgy gyerekek. Csinálok egy verdát. Hátulra, ez a meghajtott kerék az. Oké, jó. Akkor most jöhet az irányító berendezés és téma. Ez mondjuk ide. Megint túl széles lesz az egész kócerály. Szerintem. Kerék. És akkor nézzük meg, hogy el tudok-e oda jutni egyelőre. Örülök neki, hogyha addig elmegyek. Ó. Hogy ezek így lipegnek most. Mindig vasdal akarok irányítani, ez közben nem azzal kell. Menjünk valamelyre, ez nem egyszerű. Ez mik ezek bombák? És támadnak ezek a birkák, gyerekek, ez nem kis pajások ezek, ojjaj. Oda kell eljutni ennyi, ugye? Hát akkor fuck yeah, megtörtént az esemény. Menjünk a következő zónra. Hú, tök jó ez a játék szerintem. Imádom az ilyen játékokat, mit kell csinálni? Júj. Ijászok a falakon, és ott azt a kettőt kell disztrojolnom. Na, hát ide már komolyabb dolgok kellene, gyerekek, úgy érzem. Én visszabontom itt az egészet, mert ez nem is tetszik nagyon nekem, mivel... A kerekek mindenképp kell. Azért nem tetszik, mert olyan nagyon-nagyon olyan szar volt. Olyan tényleg szar volt, komolyan. Na figyeljetek, most egy nagyon-nagyon übergépet fogok építeni. Azt kellene csinálnom, hogy építünk egy ilyen nagyon sok kerekült. Hú, ezt nem jó, szélesebbet kell csinálnom. Csinálunk egy szélesebbet. Ide kipakolok. Egy ilyet. És akkor az lesz, hogy az első kerék lesz csak fordítható. A többi, az meg meghajtott kerék lesz. Jó, hogy jó, stabil legyen. Azt miatt akarom. És akkor ide meg egy ilyen fordítót rakunk. Bár aztán ezt lehet, hogy ki kellene törölnem ezt is, meg ezt is. És akkor kapásból ide raknom a fordítót, és akkor egyforma széles lesz. Na, megpróbáljuk ezt, srácok, ezt is kitörlöm, és akkor ide rakom ezt a fordító felszerelést. És akkor erre meg dobom a kereket, és akkor már kapásból működőképes a verdánk van. Nézzük meg, hogy ez tényleg working-e? Volt ez... Mi a fa? Lőnek ránk! Közel mentek, lőnek rá. És ide én érzem, hogy mit fogok csinálni. Mindjárt meglátjátok, ez nagyon-nagyon jó kis cuccos lesz. Na, kitalálja ki, hogy mi vépönöknél lesz. És nem lángszóró, hanem bomba is van, basszus. Meg valami tároló. Ágyú. Ez kell nekem, gyerekek. Ez lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz, nem? De hogyha működik, akkor az jó lesz. Szépen lő! Nem volt rossz dolog, de... ott egy ember. Egyet lőhettünk vele, és akkor utána annyi. És egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy nem frankó. Hosszabbra kell csinálnom a masinát. Ez egy meghajtás, és repülni is lehet, nagyon tuti. Blokkokat kell még csinálnom, és... Jaj, nem, bele kell férni ebbe mindenképp ebbe az egészbe. Na csinálok ilyen kitámasztó kereket ide hátra kettőt, aztán akkor talán frankó lesz. És mondjátok, hogy milyen jó ez a játék, nem? Nekem legalábbis nagyon tetszenek az ilyenek. Ez mi? Ez súly? Súly, ugye? Szerintem valami olyasmi, vagy nem tudom. Ez mi? Ez micsoda? Nem tudom megint. Jó, felkészült vagyok, tudom. Hú, rugók, meg lengéscsillapítók, meg pisztolyok, meg mindenfélet lehet csinálni. Hát egyelőre megpróbálom hogy megoldani ilyen jó alap dolgokkal, mint alap dolgokkal, mint ágy, ugye? Na nézzük. Közelet kellene osonnom, és akkor utána durrantani egyet. Lőnek! Anyád! Hát ez meg miért leszakadt az egyik ágyom elmet hátrafele. Nem jó ez a sok... Milyen franc? Szétlövik a berendezésemet. Ez nem jó, gyerekek. Szétlőnek itt mindent, és mi az az bomba? Ott egy bomba. És mi a fene, és tényleg szétdorálnak mindent. Nem jó, ez a sok ágyú, úgy látom. Egy darab ágyú lesz. Egy darab ágyú lesz, meg lehet, hogy ezeket le kellene kapnom innen.
Megkapom minden, azt megnézzük egy darab ágyúval, működik ez az egész. Ez mi? Ez micsoda, gyerekek? Mivel működik? Jobb is ballal. Nézzük, hogy ez mi. Jó, az ilyen fordító cucc lesz, gyerekek, szerintem, hogyha akarok például. Aha, hogyha így. Jó, én nem hiszem el. Gyorsabb, közelebb kell mennem. Még mielőtt szétlőnek. Ó, és nem ezzel lő. Kösz. Ez az, fuck yeah. Jaj, kigyulladt a verda, kigyulladt a verda. Nem szabad a tűzbe belevenni, srácok. Na, újra. Jó, jó az elgondolás, csak gyorsan kell cselekedni. És gyors visszatolatni, és nem szabad, hogy itt ránk essenek ezek a cuccosok. Jó, és akkor innen, hát ez nem nagyon fog fordulni itt szerintem. De azért elfordul, többet nem lőhetünk mi. Egy lövés volt, megpróbálok ezt. Oh. Shit. Oh, jaj. Ez nem tuti. Ez nagyon szar. Ez nagyon rettenetesen szar ez az egész, amit én ére bűveltem. Ezt leszerem minden hátulról. És akkor egy gyerekek. Tényleg ne haragudjatok, ez micsoda? Ó, ez ilyen deszka. Ez ilyen védelemre? Vagy mire használható vajon? Ez így rá lehet egymásra rakni. Többet nem. De ez hogy mire lehet használni, azt ne kérdezzétek. Semmi ilyen deszka szerintem annyi a dolog. Ezt meg ide rakosgatok ilyeneket. És nézzük meg, hogy ez hogy működik most. Fuck. Igen, ez is ez súly lehet. De mindig rossz gombot nyomok. És nem jó, nem találtuk el újra. Fuck yeah. Eltaláltuk, megóvjuk magunkat, hogy szétlőjenek. És itt talán, ó, oh, és így égő katona, és milyen jól néz ki a láng. Ez nagyon nem jó. Sok a kerék. Így lesz a jó. Na. És aztán itt tud szépen kanyarodni, Franco. Csak az a nagy gond, hogy széjjel hullik darabokra ez a gép, hogyha nagyon-nagyon-nagyon durván bánunk vele. Nem bírja nagyon a sebességet. Az mi az? Az valami lánc? Vagy lánctalp alkatrészek? Vagy mi? Ja, és ezeket is szét kellene csapnom? Hát ez így nem fog működni. Ez így nem működik, gyerekek. Lánkszoró. Lánkszorónak is kell lenni, ezt a vaszkot meg én leszedem róla, ez nem jó semmire. Vagy nem tudom, vagy lehet, hogy jó, csak most éppen nem jó. Na, kell egy lánkszóró, vagy valamilyen vépör. Milyen vépörnek vannak még? Bomba! Metal Spike. Hát ez ilyen bizgentyű is van. Mit csináljunk? Mivel? Bomba? Hogy? Jaj, ne! Ez itt, ez a bomba! Ez a bomba, ez jó, gyerekek. Ez a bomba, ez jó. Nézzük meg, hogy ezt még egyszer, ez hogy valósítható meg. Meglökjük, figyeljetek! Yeah! És itt akkor szerintem ez annyira szétcsapatta, hogy lehet, hogy át is tudok menni. Hullanak a hullák. Hullanak a hullák! Mit, hogy hullottam ki? Nem is volt itt semmi. Na jó, aztán kiplizzünk. És igazából egyet tudok lőni, csak a... Jaj. Hát nem egy speed die lesz. Akkor mind a kettőt itt szét kellene lőnöm. Volt itt, jó, azt a házikó. A házikó megsemmisült. Na, akkor leszétlőjük ezt a malmot, aztán előnek tudti, ugye? Na. Bum. Fuck yeah! Következő zóna, gyerekek. Még egyet kipróbálom mindenképp. Shubidubi, shubidubi, ne, mi ez? Mi a franc? Ez most komoly? Halljatok meg! És az ágyú nem használ semmit ellenük, és ezek támadnak. Gyerekek, elütjük őket, nem szórakozunk! Ding. Mi? Valakinél van egy bomba, és felrobbant a francba engem, ez nem jó. Ide tudjátok, mi kell. Én érzem, hogy mi kell ide. Látszűrész hegyek kellenek. Kiépítjük ezt, ez nagyon megcsinálom ezt a gépet, ledarálok mindenkit. De valakinél van itt egy bomba szerintem, ami felrobban, hát... Ja, hülye vagyok, előttem van a bomba, hát én raktam rá a bombát. A...
Csinálunk egy nagyon szupi gépet, én már érzem, hogy ez nagyon tudkó lesz. Az a lényeg, hogy megóvjuk magunkat a kis köcsögöktől. Úgy. Hoppá, hoppá, ezt nem így akartuk. Megóvjuk magunkat a köcsögöktől, először az elsődleges dolog. Ide. Az meg oda. És ezek nem látfűrészeke, volt ilyen körfűrészlapok, azt azzal írtjuk őket le. És utána majd megnézzük, hogy egyáltalán mit kell csinálni. Mert így ez nem szupi. Való, ott kell disz... Aha. Ja, ő 90%-át meg kell ölnöm a Janiknak. Úgyhogy ez a direktíva. Az a nagy probléma, hogy ezt nem tudom, ezt el fogja bírni, ezt a nagy kócerát itt ez a gépegység. Hát nem tudom, nézzük. Nem. Jaj. Mondjuk nem rossz. Ó, szétcsapják. Nem baj, meg kell nézni, hogy ez hogy van. Az a gond, hogy itt ez nagyon nem akar így összeállni. Na mindegy. Nézzük, hol vannak ezek a véptönök, és hol van ez a körfész, és hol lehet rakni. Ezt így tudom rakni. Aha. Így tudnám rakni valahova. Valamire. Például így tudnám, meg így tudnám, meg így tudnám, meg ide nem, ide tudom. De nem. Amikor hozzáér valami, az ugye akkor nem engedi oda rakni. Nézzük, mi ez, mi lesz ebből. Gyertek, gyerekek! Hoppa, hoppa! Ez nagyon-nagyon szor ez a jármű, ugye ez nem, gyerekek? És ez meddig bírja ez? Hát ez nagyon-nagyon szétment. Ez nagyon csúnya volt, ez nem jó így. És nem is nyírtuk ki. Hogy lehet mindent beresztetelni? Nincs olyan? Destroy machine, yeah. Oké, okay, kezdjük az elejéről, ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó, viszont vannak itt nekünk... ez mi ez a flaming ball? Például ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Flaming ball. Mi jön akkor, hogyha flaming volt használunk? Ez mire jó? Ez gondolom felgyújt, ez valami tüzes lomba akar lenni, gondolom én. Felgyújt dolgokat. Nézzük meg, hogy ez hogy működik. És itt lerakjuk ezt így. Hát gyerekek, ennyi a kiírjuk valakit, nem? Taktika. Ezek így szétégnek. Oh yeah! Megöltem. Nem öltük meg őket? 90%-at? Vagy mi volt? Vagy pedig nem, vagy pedig valamit nem jól csináltam? Nem ez volt a feladat? Ja, még hogy ott vannak, távolabb, tehát mozognunk is kell majd. Ami nem nagyon tuti. Ó, gondolkozzunk srácok, nem lesz itt semmi probléma. Repülni fogunk, és megoldjuk ezt a problémát. A flaming wallok itt maradnak, mi meg felszállunk. Csak nem tudom, hogy a kérdezőtek, hogy lehet repülni. A O betűvel, jó, oké, akkor nyomjuk az O betűt. Oh, wow! Nézzétek, srác! Kigyulladtunk itt, így is kigyulladtunk, lezuhantunk. Na nézzük, ez mégsem volt jó ötlet. Ez azért nem volt jó ötlet, mert nagyon közel vannak ezek a flaming ballok. Ezekhez a flaming ballokhoz kell valami tartót hozzárendelni, szerintem. Armory lehetőségek is vannak. Vaslapok. Itt már kezd nehéz lenni valamilyen szinten. Hát annyira nem, de hát ez kezd nehezebb lenni. Ez a repülés dolog, ez nem rossz. Viszont kezdjünk el építeni valamit. Mondjuk csináljunk egy ilyen négyszöget. És akkor ezeknek a sarkaira rakok tartókat, tárolókat. Ugye voltak ilyen tárolók valahol. Ilyen. Ez igazából azt csinálja, hogy ebbe be lehet rakni mondjuk a flaming bolt, ugye? Anélkül, hogy kigyulladnak. Legalábbis én remélem. Oké. Okay. És akkor, hogyha ebbe rakom a bolt, aha, akkor talán nem gyullok ki. Ezt itt tudja így, ugye, távol tartani tőlem. Na nézzük, akkor most jön ez a fly dolog. Ebből többet is tudok egymást rakni? Aha, nem. Igen, nem. Na mindegy, megpróbáljuk fel. Megpróbáljuk, hogy mi történik. És O betű! Jaj. És azokat kellene, még ott az ijászokat is ki kellene nyírni, ugye? Az lenne a frankó. Az mi volt? Az ijászok közé, hogyha bevákordnák, ugye nem muszáj, nem gond, hogyha megsemmisül az egész kócerájom.
Csak az a lényeg, hogy ott az IA-szokat is valahogy ki kell írnom, csak azt nem tudom, hogy tudom előidézni. Irányítani ezt a fackot, ezt lehet? Nem már, lehet, gyerekek, lehet. Lehet ezt az itt. Jaj. És így ezt támadnak. Nem rossz az elgondolás szerintem. Komolyan nem rossz az elgondolás. Annyi, hogy felszállás, és akkor becsapódok még az ijászok közé pluszba. Ide, itt lőnek rám, alattam vannak. Nem frankó, nem frankó. Ez nagyon nem jó. Újabb megoldás. Újabb megoldás. Nem adom fel. Újabb ötlet. Vannak itt a Weaponöknél mások is. Volt nekem itt bomba. Nézzük meg a bombákat, hogy azok hogy viselkednének, hogyha én itt ezt felrobbantanám azt az egészet. Meg az lenne jó, hogyha még magammal tudnék vinni egy bombát. És ezt ki tudnám oldani a izéne a... Na mindegy, nézzük, hogy mi ez, hogy működik. Ez mi volt? Leesek túlom, bombák felrobbannak picsába. Nem robbantak fel? Még fel tudok szállni? Nem. Fel tudok szállni! És mitől robbanik fel a készülékem? Nem egyszerű. Béna vagyok, tudom, de nem tudom. Nem tudom, hogy mit kéne csinálnom. Annak érdekében, hogy itt felrobbanjak fel instan. Az lenne a tutti. Hogyha egy szétgurulnának a bombák, meg még túlélnek. Megnézzük, hogy mi történik ilyenkor. Super, super volt. Igen, és ez ilyenkor ez történik. Úgy látom, hogy ez nem megoldás. Ez nem megoldás. Gondolkozzunk, srácok, ez nagyon nem jó. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy mit csináljak. Valamit ki kell találnom. Esetleg nem tudom, hány óra van, basszus. Nehogy elcsesztem az időt, mert ma van az első boss, ugye a Kestaklános videónkban, vagyis a Légiónkban, nem videónkban. Ezek a Weaponöket én nagyon szeretném előtetni. Rakunk ide egy-két ilyen lángszórat, és megnézzük ezzel. Mivel lángszórik? C-vel? Nem, X-vel, jó van. Gyerekek, gyertek! És például, hogy engem is fel fognak gyújtani, jó, oké. Ja, és az íjászok azok meg lőnek, mint az őrültek. És akkor, ó! Nem jó volt, felborultam. Gyertek közelebb, úgy! És akkor, ó, felszállunk! Nem szállunk fel már. Na jó van, oké, szerintem ennyi az a gameplay, mivel egy kicsit félelünk túl sokat. Legközelebbi gameplaybe folytatjuk, meg amúgy is, csak az a gond, hogy ez az egy world van, amit végig tudunk játszani, utána meg sandbox módban vagyunk kénytelenek játszani. Hol tartunk a hatodik zónánál? Hatodik? Hetedik? Hetedik, igen, a hetedik zónánál, és utána jön a nyolcadik, és még van pár. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nekem nagyon bejön ez a játék, remélem nektek is. Ugye ismertek annyira, hogy kraftolós játékok, meg ilyen különböző, ilyen kraftolós kis boltságokban mindig benne vagyok, úgyhogy ezt toljuk ezerrel, majd még csinálok belőle a gameplayt, olyan hosszú sorozat valószínűleg nem lesz, mivel ugye, hát még ugye nagyon-nagyon alfa verzióval játszunk, de szerintem megér egy misét, és érdemes róla azért csinálni gameplayt. Na, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!